Mi történt pontosan 1956-ban? Az 50-es évek elejére Rákosi Mátyás a megszálló szovjet csapatok segítségével sztálinista diktatúrát alakított ki Magyarországon. A totális állami terror, az erőszakos államosítások, a tervgazdaság és az ésszerűtlen iparosítás komoly elégedetlenséget és elszegényedést okozott. A fokozódó külföldi és belföldi feszültségek után 1956. október 23-ára a Magyar Egyetemisták Szövetsége tüntetést hirdetett Budapestre. Nem csak reformokat, hanem teljes rendszerváltást, a szovjet csapatok kivonását, több pártrendszert, röviden független és demokratikus Magyarországot követeltek. A békés tüntetés estére 200 ezresre duzzadt, a tüntetők pedig kivágták a magyar zászlóból a Rákosi címert, ledöntötték Sztálin óriási szobrát, és a rádióban be akarták olvastatni a követeléseiket. A rádió épületében lévő államvédelmi AVH-s katonák azonban tüzet nyitottak a tömegre, mire a tüntetők elfoglalták a rádiót. Másnap a közelben lévő szovjet csapatok bevonultak Budapestre, a tüntetők pedig barikádokat emeltek és fegyveres utcai harc kezdődött. Magyar részről néhány ezren kézifegyverekkel és molotov koktélokkal szálltak szembe a szovjet harckocsikkal, kezdetben sikeresen. Új kormány alakult Nagy Imre vezetésével, aki gyorsan tűzszünetet kötött, majd kihirdette az ország semlegességét, a szovjet csapatok pedig kivonultak Budapestről. Csak hogy eközben Moszkvában titokban a magyar forradalom leveréséről döntöttek. A Magyarországon állomásozó 5 szovjet hadosztály mellé további 12-t irányítottak át. November 3-án a szovjetek csapdát állítottak Maléter Pál honvédelmi miniszternek, akit a csapat kivonásokról szóló egyeztetés helyett elfogtak és közben körülzárták Budapestet. Ezután tüzérséggel és légitámogatással egy hét alatt országszerte leverték a fegyveres ellenállást. A harcokban nagyjából 20 ezer ember sérült meg, 2600 magyar és 720 szovjet állampolgár halt meg. Mintegy 200 ezer menekült hagyta el az országot, leginkább Ausztria felé, itthon pedig széles körű megtorlás következett.